Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik nemrégiben közzétett adata szerint az elmúlt 100 év harmadik legszárazabb tavaszán van túl az ország. A tartós csapadék hiány és a március közepétől május elejéig pusztító hajnali fagyok hatalmas károkat okoztak a mezőgazdaságban is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint ezek miatt egy átlagos évhez képest közel 40%-kal kevesebb gyümölcs teremhet az idén. Noha az elmúlt 2-3 hét folyamatos esőzései sokat javítottak például az alma, a körte és a szilva későbbi várható terméshozamában, más gyümölcsök esetében a hirtelen jött túl sok csapadék jelentős veszteségekkel járt. Ilyen például a cseresznye és a medgy. Ezek ugyanis már túl későn, az érés időszakában kapták meg a szükségesnél is több vízmennyiséget. Rácz Imre, a Kamara megyei szervezetének elnöke kifejtette, a klímaváltozás negatív hatásaival az agráriumban is évek óta küzdenek. Hogyha szárazság van, akkor az huzamosabb ideig elhúzódik, ha pedig megérkezik a csapadék, akkor olyan mennyiségben érkezik meg, hogy egy pár óra alatt hullik le annyi csapadék, ami esetleg egész hónapra is elég lenne. Így volt ez az elmúlt időszakban, hogy a megyében vannak olyan járások, amelyben egy csepp csapadék se hullott, meg van, ahol 2 óra alatt 50 mm hullott. Se a rendszer, a csapadék elvezető csatornák semmi, nem nincs erre felkészülve, hogy ilyen mennyiségű csapadék hújon. Rövid idő alatt, nem beszélve arról, hogy ez párosul jéggel is, sok esetben, ami a kárt okoz itt a mi megyénkre jellemzően. Szintén későn és egyszerre túl sok eső esett a Dohányra is. A kalászosoknál azonban még éppen idejében érkezett a csapadék. Utóbbiak esetében a gondot az jelenti, hogy a korábbi szárazság miatt gyenge szár alakult ki, ami miatt a viharos széllökések ledöntik, vagy rosszabb esetben ki is szakítják a földből a növényt. Rácz Imre hozzátette, a jégesővel együtt járó zivatarok is évről évre nagy károkat okoznak. A folyamatosan javuló és egyre inkább kiterjedt jégkármérséklő rendszernek köszönhetően azonban több milliárd forint értékben mentettek már meg termést a gazdák. Most ha összevetjük, hogy ahányszor előfordulnak ezek a viharos esetek és villámlások, ahhoz képest elmondhatjuk, hogy ez a jégkármérséklő rendszer kiválóan szerepel, mindazokat figyelembe véve, hogy a megyében most is több helyen is volt jég, de képzeljük el, hogyha ezek a jégkármérséklő rendszerek nem működnének, és hagynánk, hogy azok a jégszemcsék tovább bővüljenek, ugyanis ennek a jégkármérséklő rendszernek a lényeg az, hogy 2 óraszával ezelőtt ezt az egyesüdítót feljuttatjuk a levegőben, és minél több apró személyi jeget képezünk. Rácz Imre ezzel kapcsolatban hozzátette, a jégkár esetében a határmenti településeknél és földeknél tapasztalhatóak nagyobb problémák. Mint mondta, Románia és Ukrajna szomszédos megyeiben még nincs, vagy kezdeteknél tart a jégkármérséklő berendezés telepítése, emiatt több esetben kihívást jelent, hogy ezt a rendszert még idejében és hatékonyan alkalmazzák Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ közeli vidékein.